Eredetileg a második kerületi időközi választás eredményével terveztem volna foglalkozni. Most hétfő reggel azonban olyasmi történt, ami minden politikai csatát és politikai vitát meg kell, hogy előzzön. Szeretnék innen is köszönetet mondani annak a több száz szülőnek és diáknak és fiataloknak, akik reggel 8 és 9 óra között a közép-budai tankerületi központnál gyülekeztek, hogy szolidaritást vállaljanak a tanárokkal. A budai szülők követelését sikerült ma a tankerület vezetőjéhez is eljuttatni. Ezúton szeretném felhívni az ő figyelmét, hogy várjuk a mi hamarabbi, remélhetőleg megnyugtató és nem fenyegető jellegű válaszát. És itt érnék át arra, hogy mi milyen módon folytatunk párbeszédet, hogy hogyan hallgatunk meg problémákat és hogyan oldjuk meg azokat. Mert nem kérdés, hogy e tekintetben Buda, leszámítva talán a tankerületet, példát mutat az egész országnak. A legutóbbi második kerületi választás azt is igazolta, hogy így kell dolgozni helyben. Idén április óta sehol nem volt akkora a részvétel, mint október 2-án Budán, a választópolgárok pedig óriási arányban szavaztak bizalmat közös ellenzéki jelöltünknek, Nagy Eszternek. Persze Budán valójában nem mi vagyunk ellenzékben. 2019-ben a második kerületi ellenzéki szövetség győzött, és új alapokra helyezte az önkormányzat vezetését. Őrsi Gergely polgármestersége alatt Buda igazi közösségé, mindannyiunk közös otthonává vált. A második kerület új úton indult el. Itt odafigyelnek egymásra az emberek, az önkormányzat meghallgatja a problémáinkat, és meg is oldja azokat. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy Hegyvidék mellett ezt a kerületet és ezt a környéket, Bel-Budát is képviselhetem itt az országgyűlésben. Ott, ahol most a választás volt, csak abban a néhány utcában is több évtizedek óta meg nem oldott problémát, vagy elhúzódó problémát oldott meg ez a közösség már most az elmúlt néhány évben. Biztonságos gyalogátkelő épült a Fillér és a Káplár utca sarkán. A Marcibányi tér átépítésével csökkent a környékre nehezedő forgalmi terhelés. A Margit körútra, a Margit negyed programmal újra élet költözött. A közösség erejével pedig nem is olyan régen megújítottuk a Marcibányi téri játszóteret. És akkor egyébként a kerület többi részét, vagy a kerület egészét érintő eredményeket még nem is említettem. Csak néhány példát kiemelve. Elkezdődött a Kapás utcai rendelőnek a felújítása. Csökkentek a helyi nyugdíjasoknak az adóterhei. Valamint a második kerületi intézmények a rezsinövelés ellenére is nyitva tudnak maradni a tél folyamán. Nyilvánvalóan nehéz idők járnak ma Magyarországon, az önkormányzatokra pedig ez különösen is igaz. Az elkezdett munkát azonban folytatnunk kell, és ebben immár új önkormányzati képviselőnkre, Nagy Eszterre is számíthatunk, és számíthatnak a budaiak. Nagy Eszter és a kerületi szövetség elsöprő győzelme ennek az önkormányzatiságnak a sikerét mutatja. Az októberi győzelem az fontos üzenet. Azt üzeni ez a választás, hogy nem a pártpolitikai csatározások, hanem csak is a közös munka viheti előre a közösségeinket, a kerületünket, és végső soron az országot is. Azt üzeni ez a választás, hogy van igény az itt lakókban a meghallgatásukra, a helyi kezdeményezéseknek a felkaralására. Éppen ezért tett a kerület vezetése komoly vállalásokat a jövőre nézve is. Például kizárólagos lakossági várakozó helyeket hozunk létre, felszámoljuk a Fény utcai Tahó parkolást, egyébként folytatjuk a piac megújítását is, és visszaszorítjuk a zárás utáni zajongásokat a Lövőház utcában. Én biztos vagyok benne, hogy ahogy a korábbi vállalások is teljesültek, úgy ezek is eredményesek lesznek a következő években, munkánk során pedig továbbra is az első és legfontosabb kiinduló pont az itt lakók meghallgatása lesz. Én pár színektől függetlenül köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen az időközi választáson, és kívánok sok sikert a következő évek munkájához, innen a parlamentből is, a második kerület önkormányzati vezetésének. Csak így tovább, Buda. Köszönöm szépen.